Örülök, hogy a sorozatunk 110. napján is velem tartasz. A mai napunknak a címe Jézus és a betegség. Jézus szavai és tettei rácáfolnak a közhiedelemre. Illetve a mai igeversünk, Márk evangéliuma 5. fejezete 34-es igeverse. Lányom, a hited megtartott, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. A mai napunknak a címe, amint az előbb már felolvastam, az, hogy Jézus és a betegség, illetve az alcím az, hogy Jézus szava és tettei rácáfolnak a közhiedelemre. Mert mi is volt a közhiedelem? A közhiedelem az volt, hogy minden betegség, akár születéstől fogva beteg valaki, akár valamilyen időközben szerzett betegség, az mind az Isten átkából van. Az mind valami olyan miatt van, ami miatt Isten bünteti az embert. Valami bűn következménye az összes betegség. Sőt, időnként nem is csak az, hogy az az illető vétkezett, hanem ha születéstől fogva valaki valamilyen betegséggel küzd, akkor azt mondták, hogy a szülei vétkeztek, ezért lett a gyerek ilyen meg olyan. Miért alakulhatott ez ki? Egyrészt azért, mert a betegség az nem egy normális állapot. Az egészség a normális állapot. A betegség nem egy normális állapot a Biblia szemszögéből. Tehát ilyen szempontból mindenképpen a betegségek az valaminek a következményei. És ezt mi is így gondoljuk, ezért is próbáljuk megelőzni a betegségeket. Ezért vannak ajánlások, hogy mit ne tegyünk, illetve mit tegyünk, hogy megelőzzünk bizonyos betegségeket. Tehát betegséget meg lehet előzni. Azaz, a betegséget valami kiváltja. És abban az időben azt mondták, hogy a betegséget az váltotta ki, hogy valaki valamilyen bűnt elkövetett. Mert lehetséges, hogy ugyanazok a hatások értek egy embert, az egyik az beteg lett, a másik pedig nem lett beteg. Tehát annak, aki beteg lett, annak valami más lehet a hátterében. Hiszen a másik ember, akit ugyanolyan hatás ért, az pedig nem lett beteg. Továbbá úgy gondolták, hogy Isten nem szereti ezeket az embereket. Tehát valamiféle átokkal, valamiféle büntetéssel sújtja őket, és ez a betegség. Ennek mi az alapja? Ezt onnan gondolhatták, hogy az összes papnak, aki a templomban dolgozott, és Isten házának voltak a szolgái, azoknak testileg tökéletesnek kellett lenniük. Nem lehetett testi hibájuk. Továbbá az áldozatnak sem lehetett semmi testi hibája. Az áldozati báránynak tökéletesnek, egyévesnek, hímnek kellett lennie. Nem lehetett semmi testi hibája. És ezért úgy gondolták, hogy ha nem lehet semmi hibája se a templomi szolgáknak, sem az áldozatoknak, akkor akiben Isten nem lenni kedvét, annak ad valami testi hibát, ad valami betegséget, hogy ne is jöjjön közel hozzá. Ezzel is mutatva, hogy nem kívánom a te közeledésedet. De ez az érvelés, ez a gondolkozás, ez egy rossz gondolkozás volt. És ezt Jézus be is mutatja, hogy ez mennyire rossz gondolkozás. És itt a Márk 5-ös fejezetében három gyógyítást is látunk. Vagy jobban mondva, három csodát látunk. Az egyik egy démontól megszállt ember, a híres gadarai démon megszállott, akiben több ezer démon volt. Egy emberben több ezer démon volt. Abszolút ki volt szorulva a társadalomból. Aztán ott van a 12 éve vérfolyásos asszony, aki szintén ki volt szorulva a társadalomból, hiszen tisztátalan volt a vérfolyása miatt. Az érintése és a vele egy levegőt szívás is tisztátalanná tette a másik embert. A harmadik pedig egy halott lány, aki megint csak a halott, a holt test, az egy tisztátalan valaki volt. És hasonlóan az előző kettőhöz, ő is ki volt zárva a társadalomból, hiszen halott volt. Halott alapvetően nem része a társadalomnak. Jézus mind a három esetben csodát tett.
ezzel is bemutatva az ő hatalmát, és azt is bemutatta, hogy kik azok, akiknek igazán szükségük van, vagy akik érzik, akik látják, akik tudják, hogy szükségük van Krisztusra. És nagyon sokszor pont az olyan ember, akinek nagyon sok baja van, úgy gondolja, hogy én ennyi bajjal nem tudok. Szégyellek oda menni Krisztushoz. Krisztus pedig azt mondja, hogy pont az ilyenekért jöttem el. Nem a farizeusokért, akik önmagukat igaznak gondolják, hanem az olyanokért, akik leborulnak és azt mondják, hogy segíts nekem. Itt vagyok én, mindenem neked adom, csak segíts nekem. Mindenem a tiéd lesz, én magam foglak téged szolgálni. Az egész életem a tiéd lesz, csak segíts nekem. Nézd le az én nyomoromra, az én állapotomra. Változtass azon. És akik megtértünk, azok pontosan tudjuk, hogy mi is ilyenek voltunk. Akik a bűneinkkel mentünk oda, és a kétségbe esett állapotunkkal mentünk oda Krisztushoz. Lehet, hogy nem volt bennünk 2000 démon. Nem voltunk 12 éve vérfolyásosak, vagy nem voltunk halottak. De mégis tudtuk azt, hogy Krisztus nélkül az életünknek semmi értelme nincsen. Krisztus nélkül csak rosszul tudjuk élni az életünket. Krisztus nélkül nem tudunk elbánni a bűneinkkel. Krisztus nélkül semmi esélyünk az Atya előtt, amikor számot kell adnunk az életünkről. Lássuk meg hát azt, hogy Isten nem fél bemocskolni a kezét, bemocskolni önmagát a démon megszállottal, a vérfolyásos asszonnyal, a halottal. Ő lejött közénk a porba, hogy onnan minket felemeljen. Ezért legyünk neki hálásak, végtelenül hálásak. Találkozunk a holnapi napon is.